Yo, welcome back to Freddy's channel. Thank you very much to come back in here when you always look after the best money glitches in GTA 5 and Red Dead Redemption 2 online. You definitely hit the subscribe button and turn on the bell notification and you never fucking miss out my next future upload. Yo, because that YouTube channel is always look after and uploading the everyday basis the best glitches in GTA 5. Jó, lájkoljatok, iratkozzatok fel minden platformra, légy szíves. Fontos, köszönöm szépen. Ne felejtsetek el dobni lájkokat, hozzászólásokat, iratkozzatok fel. Sok esélyetek van nyerni moddolt akuntot, moddolt autókat. Semmi más nem kell tenned, csak hashtag free modded car a komment szekcióba. Köszönöm, ha játszotok. Itt vannak az első három nyertes a játék kapcsán, akik beírták, hogy hashtag freemoddedcars. Gratulálok nekik, jelentkezzetek! Jó, hello mindenki, sziasztok! Hello YouTube nézők! Üdvözlet itt újra Predis csatornáján, itt vagyok megint. Hoztam nektek egy nagyon jó kis szóló autoduplázást, nagyon easy, nagyon gyors, egyedül csinálhatod, amit fel kell setupolni, mielőtt belemész nagyon. A 10 autós garázsból csak nem tudok váltani a magyarra hirtelen. Tehát egy 10 autós garázs kell hozzá, amiben berakod a faggiókat, a kis robogókat, és a MOC kamion fog kelleni hozzá. Az MOC kamionodba is szintén sztórolj be, rakj, tárolj le egy faggió motort. Ez nagyon fontos, hogy ott is legyen tárolva egy faggió az MOC-be. Illetve a garázsban még legyen, a 10 személyes garázsban még legyen egy duplikálni való donor, ami a Future Stock Easy szerintem a legjobb, a legtöbb pénzt hozza mindig. Úgyhogy ezt szerintem csináljátok azzal, de egyébként bármilyen autót duplázhattok. Ha ez meg lenne, akkor menjetek egy invite-only sessionre, ott pedig a kaszinó elé. Állítsátok last location-re magatokat mindenképp, ha kell, váltsatok hozzá ruhát, hogy forogjon a kis sárga karika, és utána menjetek fel kreátor módba. Utána pedig menjetek le a legalsóra, az Exit to Grand Theft Auto 5-ra, és ahogy rajta vagytok, úgy nyomjatok egy start billentyűt, menjetek az online-ra, a PGT online-ra és az invite-only session-re. Amikor itt álltok, akkor készüljetek fel, és őrülten kezdjétek el spammelni az X-et, egymás után gyorsan, semmi más nem kell csinálni, csak agyon nyomkodni az X-et, hogy elfogadjad az invite-only session alertet is, és a háttérben még azt is, hogy Exit to GTA Online. Itt a jobb sarokban látjátok, hogy Quitting Creator. Amit kell tudni, hogy visszadob titeket egy invite-only szeróra, ha elég gyorsan nyomtátok az X-et, akkor jól sikerült, és a story módból való kaszinó áll a kaszinó helyén, a régi kaszinó, régi szeró, be van glitchelve a szeró, úgyhogy mehet a duplázás. A előre betárolt feggió bent van ugye az MOC-ba, hívjatok még, akkor hívjátok fel ezt a garázst, ahova betároltátok a többi feggiót és a kocsit. Nekem ez itt a Extended Way-be lesz. A lényeg, hogy ez egy sima 10 személyes garázs, konkrétan ingyenes ezen a profilomon, de van, akinek ugye pár ezer dollárba került, tehát bármilyen garázssal lehet csinálni. Hívjátok ki onnan a Future Stock Easy-t, ahogy látjátok, ott van az 5 darab feggió és a Future Stock Easy meg egy pár autó. Ezt mindig tudjátok majd csekkolni, hogy oda toljuk át a duplázott kocsikat, ahogy hívom mindig ki a donort. Ezután az Interaction menüből hívjátok le a szervizen keresztül a Mobile Operation Centereteket és a kamiótokat, az is respawnol ide mögétek, és akkor üljetek be a donorba, és menjetek a kamion mögé, nyomjatok egy jobbra nyilat, és az alerten pedig X-et, mivel hogy bent van a feggió, ezt kell, hogy kapjuk. Egy pillanatig látod a kis kijelzőn, hogy befele állsz, utána kapsz egy fekete töltőképet, egy 10-20 másodperc, utána egy ilyesmi screent, hogy be vagy fagyva, nyisd meg az interaction menüt, és öld meg magad a Kyrgyosszer felirattal utolsó előtti alulról. Ahogy meghaltál, vissza fog spannolni a szeróra, ugye ahogy megölted magadat, vissza fog dobni téged ugyanúgy a szeróra, ha semmi más dolgod nincs, csak visszarohanni a parkolóba és csinálni tovább a dolgokat. Ahogy visszarohantál, kész vagy végül is tovább csinálni. Itt látjátok, hogy a kamionok egy kicsit megőrülnek néha. Fel vannak borulva, robbanva, minden adott. Tehát most, amit kell csinálni, hogy visszarohansz a kamionba, és rátoladsz egy falra. Ráparkolsz a sövényre, itt a parkolón belül bárhol, de a lényeg, hogy keresel egy olyan helyet, ahol, hogyha egy ilyen
különleges szögből, vagy ha kimondottan egy ilyen ferdes 45 fokos szögből ráállsz a sövényre vagy falra, akkor nem lesz animáció, addig kell tolatni, amíg biztos ott van a kék karika, mielőtt eltűnne az a jó pozíció. Nem kell nagyon túlspirázni, mert hogyha jól be van ferdülve, akkor nem fog adni. Ugye animációt az a lényeg, hogy egyből fekete képernyőt kapjunk. Most vissza kell menni az MOC háta mögé a donorkocsival, és ahogy visszamentél, itt nyomni egy jobbra nyilat, és alert nélkül kaptok fekete képernyőt. Itt csak meg kell várni, amíg letelik, szintén egy 10-15-20 másodperc, és kidob titeket újra ide a kaszinó mellé elé. A kocsiddal itt amit kell csinálnod, hogy kiszállsz, regisztrálsz Motorcycle Clubba, ahogy regisztráltál Motorcycle Clubba, visszalépsz bele és visszaküldöd a kint lévő autót, azaz a Future Stock Is It Returnal-ed, Return Vehicle Storage, akkor ő elmegy, azonnal nyitod is meg a Motorcycle Clubot és mész rá egy Faggio-ra. Fontos, hogy ne legyen máshol Faggio, csak abba a garázsba, ahol csinálod éppen a glitchet, ne legyen a Motorcycle Clubba, meg ilyenek, mert akkor csak bezavar. Ahogy megjött a Faggio, erre is fölülsz, oda mész a kamion mögé, nyomsz egy jobbra nyilat, most lesz alerted, azon egy X-et, és megint a fekete töltőképed, vagy ugye nem volt animáció beállásnál, fekete töltőkép, ahogy letelt a 10-15-20 másodperc, itt vagy a Faggioval, megint leszársz róla, és visszaküldöd a Motorcycle Clubon keresztül. Itt már látod is, ahogy hívom a garást, hogy itt már ide vissza is toltuk ezzel a lépéssel a duplázott autót. Ugye ott van a második Faggio helyén, már itt a Future Stock Easy van, ez már az első duplázott autó. Ugye ezt nyugodtan Betolt? ismételjétek, ahányszor akarjátok, töltsetek meg ahány garást csak tudtok, vagy akartok, és persze természetesen naponta 7-nél többet ne adjatok el. Ha tartjátok a hetes szabályt, a déli limit szabályt, akkor biztos, hogy meg lehet az, hogy ne legyen déllimitetek, és naponta egy 14 milliót összetudjatok nyugodtan glitchelni. Ugye itt már annyit csináltunk, hogy el kell állni a kamionnal a faltól, újra kirakni középre, újra felhívni a garást, kihívni a donort, ugye vagy a duplázott fűcsöztő kizit, az már mindegy, de lényeg kihívni a kocsit. Utána bemenni a teherautó mögé, jobbra nyilat nyomni, elfogadni az alertet, töltőképen várni, amíg vissza nem jön egy ilyen beglitchelt screen. Itt is vagyunk, itt pedig elvenni interaction menüt és kill yourself, megölnöd magadat. Ugye ezután visszaspannolodsz a térképre megint, és már csak csinálnod kell, körbe-körbe rohansz az MOC-hez, azonnal tolatsz oda valami falhoz vele, közben megnézed kicsit beglitchelt előző MOC-dat, elég vicces. A lényeg, hogy tolatsz oda az MOC-dal megint egy falra valahogy, hogy ne legyen animáció, meg kell csak törni a kamiont egy 45 fokos szögben, nagyon egyszerű. Ahogy ez meg is történt, és úgy érzed, hogy jó vagy, mert szállsz ki, mész vissza a Future Stock Easy-hez, megint beleülsz, megint a kamion mögé mész, jobbra nyilat nyomsz, és itt már egy feliratmentes töltőképbe dob be téged, tehát nem kapsz semmilyen alertet, hanem rögtön megint bedob a fekete képernyőbe, itt vársz egy kicsit, 15 másodperc, körülbelül 20 maximum. Ugye ahogy kidobott az útra, már itt is vagy a kocsival, szállsz ki, küldöd vissza, ahogy visszaküldted, már veszed elő megint az interaction menüt, és hívod ki a Faggiót. Ahogy kihívtad a Faggiót, ahogy megjött, arra is fölhoppácskázol, és mehetsz már is az MOC mögé megint, hogy megtörténjen a csoda. Tehát bemegyünk az MOC mögé, jobbra nyilat nyomunk, és ezen az alerten X-et természetesen, utána rögtön kapjuk a fekete töltőképernyőnket. Ide ezzel a mozdulattal már el is küldtük vissza Izit a garázsba, úgy értem a duplázott autót be is küldtük a helyére. Itt ahogy kispannolottál, fekete töltőkép után semmi dolgod nincs már, csak leszállni és visszaküldeni őt is. Ahogy visszaküldtük, újra minden a helyén, és hogyha megnézitek, ahogy hívom a mechanikot, ott lesz már a harmadik Faggio helyén is egy második duplázott Future Stock Izzy. Ilyen egyszerű, igazából nagyon könnyű. Remélem, hogy tudok segíteni. Futunk majd még egy kört, látjátok, itt van már kettő. Ugye feltöltöttek bármennyi garást, hogyha figyeltek tényleg a daily limitre, főleg egy ilyen reset után, sok mindenki kapott resetet, nagyon sajnálom őket, akik kaptak. Nem tudom, hogy mit nem tartottak be, látjátok, nekem itt van mindegyik profilomon, mindegyik 100 milliós, hozzá nem nyúltak,
Köszönöm szépen, Rockstar. Valószínű szeretnek engem, vagy ami fontosabb, hogy a kezembe átraktam az összes egyes milliót, összes egyes dollárt, mindent a kezembe tartottam, nem a bankba, illetve nem költöttem szerintem 20 milliónál naponta többet. Ezek lehet, hogy ezek betartása miatt nem kaptam én semmi resztet, de mindegy, a lényeg az, hogy ha kaptál is, semmi baj nincs, 2 milliót farmolj össze, vagy nagyon ki vagy, akkor ír rám, hogy adjak egy future stock izit, amit tudsz duplázni, meg amit el tudsz adni, mondjuk kettőt, és akkor megoldjuk, segítünk, semmi más nem kell tenned, hogyha új vagy, akkor csak iratkozzál fel I'm on the minden clock. What you platformon, want? Some kövessél be wheels? minden oldalon, dobjál lájkokat, kommentelj, gyere a Discordra, gyere a Chrome-ba, mindenhova, hogy minél jobban tudjuk tartani a kapcsolatot, és közelebb legyél hozzám, és hogy tudjak segíteni nektek. Mindenki játszon boldogan, ugye itt látjátok a duplázott kocsikat készen. Ami vicces még ebben, ez a kaszinó dolog, ez a régi kaszinó, I'll nagyon get back nagyon to work. állat. Jó, ez a szerót, csináljátok meg nyugodtan. Köszönjük, hogy itt voltatok, remélem örültök, hogy magyarul is elhoztam a videót, úgyhogy mutassátok meg 100 daci, du, du, duci like-kal, 100 duci like-ot kérek szépen, aztán ennyi, sziasztok, szép napot, streammel jövök vissza nem sokára, gyertek ti is, kármit lesz ma.